A Krisztus Király plébánia közösségi házában advent harmadik vasárnapján a közéleti és kulturális szalon keretében is művészeti program várta a közönséget. A vendég a Kompánia együttes volt, előadásukban karácsonyi népdalok és népénekek csendültek fel. Nagyon szeretem, amikor a fiatalok összeállnak és valami különlegeset csinálnak, és most már hagyományosan második éve a betlehemi regőlést a közösségi házunkban tartják. Nagyon nagy az érdeklődés erre, és nagyon szeretik, hiszen ez egy olyan különleges műfaj, hogy saját magukat adják ebben a koncertben, ebben a közösségi éneklésben, és azt hiszem, hogy a közönség is nagyon szereti, amikor itt vannak. A Kompánia egy baráti társaság, akik az együttzenélés örömének megélése mellett szeretnék visszahozni az ünnepek értékét, szokásaink szépségét. Műsorukban különös egészt alkotva nyúlnak a népi hangzás, a többszólamúság és a pop világához, a hagyományos erdélyi betlehemestől a kortárs jó kívánságokkal megtüzdelt regőlésig. Eleinte nagyon úgy ellene voltunk, hogy ebből koncertet csináljunk, mert hogy ennek van egy viszonylag bensőségesebb légköre, amit szerettünk volna megőrizni, de úgy alakult, hogy jelenleg már Budapesttől Pécsen keresztül Székesfehérvárig mindenhol életvitelszerűen tartózkodunk, úgyhogy erre az időszakra tudunk így összeállni az évi többi próbák mellett, és hogy minél több emberhez eljuthasson, ezért mégiscsak egy ilyen, hát nevezzük koncertnek, ha nincs rá jobb kifejezés, ez lett belőle. A koncert megerősítette a valaha volt népi énekek, ma is sugározzák és megerősítik az összetartozás érzését, így advent idején a megváltó születésére várva.